Áremelkedést hoz, hogy a kormány a műzlikre és a gabonapelyhekre is kiterjesztette a népegészségügyi termékadót, állítják az élelmiszergyártók. Hogy pontosan mekkora lesz a drágulás, egyelőre nem tudni. A vállalkozások többségének ugyanis nem volt ideje arra, hogy értelmezze az új szabályokat. Éppen ezért a július 1-i határidő halasztását kérik a kormánytól. Nyugdíjkiegészítés ide, nyugdíjkiegészítés oda. Most már érezhető az infláció mértéke. Érezhető. Egy paprika, egy kiló krumpli, úgyhogy sajnos. A húst már ne is mondjam, azt 30 dekát, ha veszek, 30 dekát. A Magyar Cetelembank kutatása szerint a háztartások 80%-a kevesebb élelmiszert vásárol, mint korábban. Néhány termék ára pedig tovább emelkedik, ugyanis július 1-től a kormány népegészségügyi termékadót vett ki, egyebek közt a műzlikre és a gabonapelyhekre. Mint azt Vörös Attila, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének ügyvezető igazgatója elmondta, egyelőre nem lehet megmondani, hogy mennyivel emelkednek a termékek árai. Jelen pillanatban a vállalkozások túlnyomó többsége abban a fázisban van, hogy próbálja a rendkívül komplex jogi szövegből kihámozni, hogy az ő terméke melyik sávba fog tartozni, mennyi lesz arra a kilónkénti vagy literenkénti adó mértéke. Mint mondta, erre az összegre rakódik még az általános forgalmi adó. A szövetség szerint a másik probléma az idő rövidsége, ezért azt kérik a kormánytól, hogy az adók bevezetését halassza október 1-jére. A DK szerint vérlázító a kormány lépése. Ne legyen kétségünk, a brutális orbáni megszorító csomag új élelmiszer adója még nehezebb helyzetbe fogja hozni a magyar családokat. A demokratikus koalíció szerint olaj a tűzre a Fidesz új élelmiszer adója, és tovább fogja drágítani a bevásárlásokat. A DK elutasítja az élelmiszer adót, ezzel a Fidesz megint az ellenkezőjét csinálja annak, amit tennie kellene. A G7 újságírója híradónknak azt mondta, a népegészségügyi termékadó újjárukra történő kiterjesztése nem befolyásolja jelentősen az országos inflációt. Itt külső hatások, 6 nap, amik Magyarországra is begyűrűznek, ezeket elég nehéz lenne kikerülni. Másrészt viszont ugye azt is ki lehet emelni, hogy Magyarországon kifejezetten sokat fogyaszt a lakosság egészségtelen élelmiszerekből, úgy mondjuk, ha ezeknek az adóját emelik, az, mint ez a kutatás is alátámasztja, valami drágább, akkor végig gondolják az emberek, hogy arra feltétlenül szükségük van. A G7 2020. januárja óta készíti az árelemzéseit, megfigyelésük szerint az élelmiszerinfláció jelenleg a 25%-ot is elérheti.